A helytörténeti vetélkedő dombóvár város kezdeményezésére jött létre. Baráti társaságok jöttek össze négy-hat fős csoportokban, mint egy fél százal játszottak víz. A városnapi ünnephez kapcsolódott az ötlet megvalósítása. Ez egy egyfordulós kvízjáték, tehát itt nem, nem, nem úgy kell ezt elképzelni, mint egy kis focik tornát vagy bármilyen sporteseményt, ahol ö, egymással mérkőznek a csapatok, és akkor valaki tovább jut, hanem itt gyakorlatilag. Ö, két-két és fél óra alatt lezajlik az egész, és a pontokat összesítjük, és akkor kijön az első három helyzet, hogy ki voltak ma a legügyesebbek és a legtájékozottabbak. A város szeretetének megerősítése a múltal, a helyi értékekkel, a helytörténettel való foglalkozás. A Dombovári Művelődési Házon belül a kávézóban havi rendszerességgel zajlik valamilyen kvízjáték, ami nagy népszerűségnek örvend a városban, mondta Bali Zsuzsa, szervező. A művelődési ház falai között van, ezért mi munkatársak is itt ezen részt szoktunk venni. Nagyon jó hangulatban töltöttük ezeket az estéket, és egyszer csak jött az az ötlet, hogy ha már április 1-én van Dombóvárnak az 53. születésnapja, akkor ezen az elő estén, két nappal előtte tartsunk egy helytörténeti kvízt. Olyan kérdéseket állítottak össze, amelyeket egy dombóváró nyitott szemmel és nyitott füllel járó ember meg tud oldani, tette hozzá a szervező. Végül az első, második, harmadik helyezettek ajándékot kaptak, a szervezők stílusosan egy kis helytörténeti csomagot állítottak össze.